Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Elszállítják a zöld hulladékot. A lakosság együttműködését kéri a szekszárdi városvezetés. Közgyűlés Szekszárdon. Új vezető került a helyi hulladékkezelő cég élére. Szent Patrik nap. A Bonyhádi iskolában életre kelt az ír hagyomány. 37. Csapó Dániel emlékverseny. Idén 15 iskolából érkeztek versenyzők a megmérettetésre. Szombaton szállítják el a zöld hulladékot Szekszárdon a társas és a családi házak elől is. Ahhoz, hogy a szakemberek mindenhova eljussanak, a lakosság együttműködését kérik. Fontos, hogy például az ágakat lehetőleg kötegelve tegyék ki, valamint használják az erre a célra a Városházán és az Aliszka Terránál ingyen kérhető lebomló zsákokat. Ilyen fehér, illetve a korábban használt zöld zsákokban is ki lehet tenni a házak elé a zöld hulladékot Szekszárdon. Most szombaton elszállítja azt a helyi hulladékkezelő cég. Ezért érdemes már pénteken este kihelyezni a gallyakat és a füvet. Utóbbi az tökéletes a zsák, ami 25 kg anyagot bír el, előbbit pedig kötegelni érdemes, nagyjából 70 cm hosszúra vágva az ágakat. Ezt kérik a Tolnai Vármegye székhely vezetői. A társasházi övezetekben évi 5, családi házas övezetekben évi 10 alkalommal szállítja el a zöld hulladékot az Aliszka Terra. Erre a város plusz hetet még megrendel, ezzel is látva, hogy még alaposabban és még precízebben tudjuk ellátni a lakossági igényeket. Fontos, hogy a zsákokba ne sokkal előbb tegyék be a levágott zöld hulladékot a helyiek, mert az eszközök bomlásnak indulhatnak. A bomló zöld zsákból alkalmanként mindenki 2 darabot ingyen és bérmentve kap. Nem akarom most itt összegszerűen elmondani, de drasztikusan, borzasztóan megemelkedett ezeknek a zöld zsákoknak az ára, és ezeket is megfelelő használat mellett, ha megfelelő időbe, formába rakjuk ki, tesszük bele a hulladékot, nagyban megkönnyíti a feldolgozásnak a műveleteit. Szekszárdon a zöld hulladékot legközelebb április 10-én, majd 29-én, májusban pedig 8-án és 27-én szállítja el az Aliszka Terra Kft. Fontos, hogy a béke hangja felvegye a versenyt a háború hangjának erejével, és fontos, hogy világossá tegyük, a globális többség békét akar, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A kormányfő hangsúlyozta, sajnos Európa háborús pszichózisban szenved. A kontinens napról napra sodródik bele a háborúba. Kijelentette, Magyarország számára a legfontosabb az emberéletek mentése, ezért azt képviseli, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet és legyenek béketárgyalások. Ismét teljes nyitvatartással várja az ügyfeleket a legtöbb kormányablak március 20-ától hétfőtől, közölte a miniszterelnökség pénteken. Azt írták, 31 kormányablak és okmányiroda hétfőtől ismét a hét minden napján nyitva tart, hét helyszínen pedig legkésőbb május elejéig visszaáll a korábbi ügyfélfogadási rend. Emlékeztettek, a téli időszakban több kisebb forgalmú kormányablakban csökkentett nyitvatartással volt lehetőség az ügyintézésre, egyes helyszíneken pedig szünetelt az ügyfélfogadás, mivel az ukrajnai háború és a brüsszeli szankciók miatt bekövetkezett energiaválság a gázfelhasználás mérséklését tette szükségessé. Március 20-ától a kis településeken élők lakóhelyükhöz közel a kormányablakbuszokban is intézhetik okmányügyeiket és mintegy 2500 állami ügyet. Új vezető került a szekszárdi hulladékkezelő cég élére, erről csütörtökön döntöttek a helyi közgyűlési képviselők. A téma másodszor szerepelt a napirendi pontok között. Egyetlen napirendi pontot tárgyaltak zárt ajtók mögött a szekszárdi közgyűlés tagjai. Ez a helyi Aliszka Terra Kft. Vezetőjének személyéről szólt. A témáról most másodszor szavaztak a képviselők. Végül úgy döntöttek, helyben hagyják a március elejé határozatot. Megerősítettük azt, ami előző volt, nem voltunk teljes létszámmal, de szerencsére elegen voltunk ahhoz, hogy az előző döntésünket megerősítsük, úgyhogy változatlan a döntés, tehát a Vertikál ZRT vezérigazgatója lesz az Aliszka Terra ügyvezető Kft. Ügyvezetője is, ami
ezután szerintünk a szolgáltatás színvonalának erősbítését és a cég jövőjét biztosítja. Vagyis az önkormányzati tulajdonú hulladékkezelő vállalat élére, mivel az eddigi igazgató elérte a nyugdíjkorhatárt, új vezető került. Annak a cégnek az első ember, aminek az Aliszka Terra már eddig is alvállalkozója volt. A kormánypárti frakció szerint ez minőségjavulást eredményez. A témáról egyszer már március elején szavaztak a képviselők, akkor ugyanez a döntés született. A napirend újbóli megvitatását Zaják Rita kezdeményezte, mert szerinte nem jó ötlet a személycsere. Azt gondolom, hogy ez akkor lett volna egy jó konstrukció, hogyha a cégvezetését a saját kezünkben tartjuk, és nem kiadjuk a kezünkből. Nagyon szomorú vagyok, hogy ezt a döntést sikerült az ilyen szexált frakció segítségével meghozni a közgyűlésnek. A szexáldi közgyűlés várhatóan március végén ülésezik legközelebb. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a termőföld nem képezheti adó alapját, és ennek jogszabályban is érvényt fognak szerezni. Nem hagyjuk, hogy ellehetetlenítsék a magyar gazdákat, jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető a közleményben hangsúlyozta. A koronavírus járvány a történelmi léptékű asszály, és a brüsszeli szankciók hatalmas terhet róttak és rónak a gazdálkodókra. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a Hódmezővásárhelyen bevezetett földadó ellen petíciójához 120 ezeren csatlakoztak. Köztük az agrárminiszter is aláírta azt. Rengetegen kérték a földadó eltörlését. A kormány meg is teszi a szükséges lépéseket, megvédi a magyar gazdák érdekeit, mutatott rá Nagy István. Március 17-e Szent Patrik, Írország védőszentjének napja. Ez alkalomból a Bonyhádi Általános Iskolában olyan programokkal készültek a diákoknak, amelyeken keresztül megismerhetik az esemény jelentőségét. Manótáncot járnak a Bonyhádi Általános Iskola alsó tagozatos diákjai Szent Patrik nap alkalmából. Az ír hagyomány 3 évvel ezelőtt kapott teret az iskola életében. A pandémia alatt online oktatásban voltunk otthon, és valami érdekességet szerettem volna a gyerekeknek angol órára bevinni, és azt gondoltam, hogy valamit küldeni, és azt gondoltam, hogy akkor legyen valami hagyomány megmutatása, és egy kicsit a kultúrát is tudjam nekik megmutatni, ami az angol száz országokhoz kapcsolódik, és akkor így innen jött, hogy akkor március közepén ne csak a magyar ünnepet, hanem egy picit ezt az ír ünnepet is megmutassam. A tavaly évben egy kisebb szabású rendezvény volt, már az iskola falain belül. Idén még több programmal készültek mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok számára. A napszíne a lóheréhez igazodva a zöld, ezért arra kértek mindenkit, hogy viseljenek ezen a napon valamit, ami ilyen színű. A szent életéhez egy csoda is fűződik, amit a diákok is megjegyeztek. Írországból előzte régen a nyergás kígyókat. A felső tagozatos diákoknak zöld beöltöztető versennyel, míg az alsósoknak a manótánc mellett kreatív feladattal is készültek a szervezők. Egy pázlit kellett kirakni, ami egy Szent Patrikról ábrázoló valamit ábrázolt. A Bonyhádi Általános Iskola programján megismerkedhettek a diákok Szent Patrik kultuszával. 1600 kg vetőmagot és 30 ezer előnevelt palántát osztanak ki a felzárkózó települések programmunkatársai az ország legszegényebb falvaiban élő családoknak, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csütörtökön. Idén tavasszal több mint 100 kis települése, mintegy 3000 család kapcsolódik be a háztáji gazdaságok újraélesztését célzó programokba. A résztvevők a legtöbb helyszínen nem csak magot vagy palántát kapnak, hanem gyakorlati útmutatást és szakmai tanácsokat is. A 2019-ben indult felzárkózó települések elnevezésű program egyik alapvető célkitűzése a hosszú ideje parlagon maradt kertek, valamint a falvak belterületén található gondozatlan földek megművelése volt. A program jelenleg 118 településen zajlik. A falvakban kialakított jelenlétpontokat 20 civil és egyházi szervezet működteti. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar tehetséges utánpótlásához tartoznak azok a tanulók, akik részt vesznek a Csapó Dániel emlékversenyen, mondja a Fülöp Mónika déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképző iskola és kollégium igazgatója. Idén 37. alkalommal rendezték meg a versenyt. A mi szekciónkban szinte
Előadó művészek jelentek meg. Nem volt egyszerű dolga a bíráknak idén, ugyanis 44 dolgozat közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Immáron 37. alkalommal rendezték meg Szekszárdon az országos Csapó Dániel emlékversenyt. Fülöp Mónika, a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképző iskola és kollégium igazgatója elmondta, az elmúlt évekhez képest ezúttal kiemelkedően sok diák mérettette meg magát az eseményen. Nagyon változatos a témaválasztásuk, nagyon dicsérendő az, hogy belemernek menni gazdasági számításokba, keresik azokat a témákat, amiket tankönyvekben nem lehet megtalálni. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitívum a versenyzőknek, hiszen olyan ismeretekhez és tudáshoz jutnak, amit tankönyvből nem tudnak megszerezni. Az előző esztendőkhöz hasonlóan most is három kategóriában indultak a versenyzők, ami nem más, mint az alternatívák a mezőgazdasági termelésben, hagyományok, értékek megőrzése, a vidék fejlesztésének lehetőségei és az élelmiszeripari technológiák bemutatása volt. Székely Erika, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési és szaktanácsadási igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a szervezetnek kiemelten fontos a pályaorientáció, hiszen szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy minél több fiatal válassza az agráriumot. Aki már benne van az agrárszakképzésben, azok számára pedig egy-egy ilyen verseny, mint a Csapó Dániel emlékverseny is, ahhoz járul hozzá, hogy a portfólióját, a projektjét, amit összeállít erre a versenyre, amivel indul és megméretteti magát, abban elmélyed. Abban ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gyakorlati oldalról közelítse meg, hogy a magáénak érezze a területet, hogy lássa azt, hogy hogyan tud a jövőben majd ebből az ágazatból megélni, ebben az ágazatban érvényesülni. A statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt években egyre magasabb az agrárszakképzésbe felvételizők aránya. Az igazgató hozzátette, hogy a NAK-nál pedig azon dolgoznak, hogy ez a szám a jövőben még tovább növekedjen. Történelmi emlékhely lett a Perczel kúria Bonyhádon. Hatalmas megtiszteltetés érte városunkat, közölte Filóné Ferenc Ibolya polgármester. Elmondta, a magyar kormány történelmi emlékhelyi nyilvánította Perczel Mór honvédtábornok szülőházát, a 2021-ben felújított Perczel kúriát. A perczelek 1743-tól voltak a város részbirtokosai. A család több ágra szakadásával egyre több rezidenciát építettek a településen is. Filóné Ferenc Ibolya hozzátette, büszke az elért eredményre és arra, hogy az elmúlt évek döntéseinek, felújításainak is köszönhetően méltó módon tudják ápolni a Perczel család emlékét. Az épület történelmi emlékhely nyilvánítása egy újabb fejezet ebben az értékmegőrző folyamatban, emelte ki a polgármester. Regionális híreink következnek. Több mint 500 000 forintra tettek szert. Nem létező termékeket hirdetett anya és fia az interneten. Folytatódnak az út- és járdafelújítások. 500 000 000 forintot fordít erre Kaposvár. Március 15-i megemlékezést tartottak Mária Kéménden. Felavatták a 200 éve született Petőfi Sándor mellszobrát. 4,5 év szabadságvesztésre számíthat anya és fia, akik nem létező termékeket hirdettek az interneten. A csalók 25 sértettet károsítottak meg, így összesen több mint 500 000 forint jogoslatlan jövedelemre tettek szert. A tevékenység a férfi ötlete volt, az anya pedig tisztában volt azzal, hogy a meghirdetett termékekkel a fia nem rendelkezik. A pécsi járási ügyészség csalásbüntette miatt emelt vádat két elkövetővel szemben, akik nem létező termékeket hirdettek az interneten, az átutalt vételárat pedig elköltötték. A vádirati tényállás szerint a két vádlott, anya és fia közül a férfi elhatározta, hogy internetes közösségi oldalakon olyan termékeket hirdet meg, melyekkel ténylegesen nem rendelkezik, és a befolyt vételárból pedig rendszeres jövedelme származik. Az ötlet a férfitől eredt, ugyanis ő ekkor jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezett. Azonban bankszámlája sem volt, ezért belevonta ebbe az édesanyját is, aki egy bankszámlaszámmal rendelkezett. Elmondta neki a tervét, így az anya is tudomással bírt arról, hogy azok a termékek, amelyeket a fia későbbiekben hirdetni fog, ténylegesen nem állnak a rendelkezésére. Az anya a számlájára érkezett összegekről SMS értesítéseket kapott, majd bankkártyáját fia rendelkezésére bocsátotta, aki az összegeket a számláról levette. A törvénytelen tevékenység
tevékenység folytatásának idején pécsi sértett is károsult, kvázi hozzájárulva a több mint 500 000 forintos jövedelemhez. Az ügyben összesen 25 sértett van, akik különböző összegeket 5000 forinttól 70000 forintig terjedő összegben utalták át ezeket a pénzeket, amit a férfi a későbbiekben levett. A hirdetésekben elsődlegesen számítógépes konzolok, háztartási gépek, ruházat, telefonok voltak. Az elkövetőknek a cselekménye a csalás minősített esetének a megállapítására alkalmas. Ennek büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a halmazatra tekintettel 4,5 év büntetés kiszabására is sor kerülhet. Idén is folytatódnak az út és járda felújítások Kaposváron, ahogy tavaly idén is 500 000 forintot fordítanak ezekre a fejlesztésekre. Dolgoznak a gépek a kaposvári Katona József utcában. Tavaly itt már mindkét oldalon újra aszfaltozták a járdákat. Most a csapadékvízelvezető készül. A város ezekre a beruházásokra ebben az utcában összesen 62 millió forintot fordít. Mint azt az itt élők elmondták, régóta gondot okozott a sok csapadék, ezért is várták már ezt a fejlesztést, és azt, hogy megoldódjon a problémájuk. Nagyobb esőkor ott állt meg pont előttünk, mert mi az Akácsa utcával szemben lakunk, és onnan föntől a Katona Józsefből mind oda jött a víz, és nem tudott elfolyni. A Katona József utcával indult a Kaposvár idei út és járta felújítási vízelvezetési munkái, mondta Szita Károly polgármester, aki hozzátette, ebben az évben a tavalyihoz hasonló összeget fordítja a város ezekre a beruházásokra. Közel 500 000 forintot költöttünk az utakra, járdákra és a csapadék vízelvezetésére, bármennyire nehéz a helyzet, bármekkora válság van, energiaválság, és a háború is rengeteg kiadással jár mindenkinek, ebben az évben is körülbelül ez az a nagyságrend lesz, az a 500 000 forint összeg, amit az út és a járda felújításokra, illetve a csapadékvizelvezető rendszereknek a karbantartására fogunk költeni. A Katona József utcában március végére készül el a csapadékvizelvezető rendszer korszerűsítése. A Baranya vármegyei Mária Kéminden is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A történelmi esemény idén 175. éve történt. Mivel Petőfi Sándor éppen idén ünnepi születésének 200. évfordulóját, ezért legnagyobb költőnk tiszteletére szobrot is avattak a településen. Szabadság, béke és egyetértés. Ez volt a vezérgondolata a korabeli forradalom és szabadságharcnak, melynek minden egyes tétele ma is leírható volna. Ha egyetértés van közöttünk, akkor békét is tudunk teremteni, melyhez más európai országok hozzáállása is szükséges, így a törekvéseinket is meg tudjuk valósítani. Erről is beszélt Hargitay János a Mária Kéminden megrendezett március 15-i nemzeti ünnepségen, és Petőfi Sándor szobrának avatásán, melyhez egyéb gondolatok is fűzik. Fel tudom idézni a közeli gyerekkoromat Nagynyárádon, amikor egy hasonló helyen óvodásként és általános iskolásként minden évben ünnepeltünk. Zászlókkal vonultunk fel, zászlókat készítettünk, és az megerősített bennünket az identitásunkban. Én azt gondolom, hogy minden egyes településen kellenek ilyen emlékezeti pontok, ahova generációkon keresztül a fiatalok, az idősek elmennek legalább évente egyszer, és ott megélik a magyarságukat. Még tavaly Dér Zoltán, Mária Kémindi restaurátor felajánlotta Petőfi Sándor a legnagyobb magyar költő mellszobrának elkészítését a baranyai településnek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának ünnepén fel is avatták a szobrot. Maga Petőfi Sándornak a 200. születésének az évfordulóját ünnepeltük, ez volt szem előtt, és hát ugye nem utolsó sorban maga a szabadságharcnak a megünneplése is. Valamikor, amikor iskola volt itt, akkor minden évben megünnepeltük ezt a napot, aztán az iskola megszűnt, és ez valahogy ez a nap el lett így felejtve. Tavaly már egyszer megünnepeltünk, akkor zászlótartókat avattunk, és most pedig idén sikerült Petőfi Sándornak a szobrát, amit helyi vállalkozó ajánlott felavatnunk. Az ünnepi megemlékezésen kisgyerekek is szerepeltek, de volt középiskolás is közöttük. A Mária Kéminde anyukák készítették fel őket a műsorra. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Elszállítják a zöld hulladékot. A lakosság együttműködését kéri a szekszárdi városvezetés.
Közgyűlés Szekszárdon. Új vezető került a helyi hulladékkezelő cég élére. Szent Patrik nap. A Bonyhádi iskolában életre kelt az ír hagyomány. 37. Csapó Dániel emlékverseny. Idén 15 iskolából érkeztek versenyzők a megmérettetésre. Szombaton folytatódik a nyugodt tavaszi időjárás. A hidegebb hajnalt követően napközben pár fokkal tovább emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka is marad ez a gyengén felhős, csillagfényes, eseménytelen idő. Vasárnap marad a változóan napos, fátyol felhős, kellemes időjárás. Tovább emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn szélcsendes, nyugodt, de a hétvégénél kissé erősebben felhős idő látszik kialakulni. Jelentős csapadék nem érkezik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!